budafoki víztorony közelébe készült. Nyilvánvaló, hogy nem így néz ki a valóságban, de egy kicsi Photoshoppal földobtam a képet. A víztoronyos környéke és a fáknak az árnyékát lehet látni, ami megfogott engem. Hát a másik fotó, amiről szeretnék még szólni, az az országház, ami nagyon sokszor fotózott téma, és próbáltam kicsit úgy megjeleníteni, ahogy úgymond senki nem fotóztam még, tehát belevettem a Batthyány téren álló lámpát, és egy nagyon szép napfelkeltét fotóztam, ami szintén úgynevezett HDR technikával lett földobva. 35 kép, 7 alkotó. Hell Ferenc, Kugler Ferenc, Németh Gyula, Pató Ferenc, Sörös Rihárd, Dr. Vankó András, Zács Ágoston. 7 különböző stílus. A Budafoki Fotóklub hagyományos évi kiállítása nyílt augusztus 29-e, a Magyar Fotográfia Napja és a Budafoki Képnapok alkalmából a Klauzálházban. 2003 óta minden évben ezen a napon ünneplik a fotokulturális nemzeti örökség és a kortárs fotóművészet értékeit. A Budafoki Fotóklub pedig önmagát is, hiszen már 11 éve alakultak. A klubot több mint 10 évvel ezelőtt alapítottuk meg Kovács Géza barátommal, akivel előtte egy másik klubban voltunk tagok. Összebeszéltünk a Gézával, és szó volt arról, hogy Budafokon még nincs fotoklub, és csináljunk mi egyet. Megbeszéltük a dolgokat, bementünk az önkormányzathoz, nyílt utat kaptunk, Klauzálházba szintén nyílt utat kaptunk, tehát ebből is köszönjük az önkormányzat és a Klauzálháznak a részvételét, és azóta itt vagyunk, és alkotunk. Az alkotócsapat általában hetente találkozik a Klauzálházban. Ilyenkor beszélgetnek addig készült fotóikról, vagy meghallgatják meghívott vendégeik előadását. Idén tavasztól ez másképp alakult. Az az igazság, hogy a klub életére is igen komoly hátráltató erővel hatott ez a covidos időszak, mert nem tudtunk foglalkozásokat tartani. Igazán videokonferenciákat szerveztünk, és azon keresztül próbáltunk egymással kapcsolatot tartani, de a személyes és az a meghitt általában hetenként létrejövő kapcsolat, az bizony sajnos elmaradt. Talán most szeptembertől visszaáll a rend, és ez egy picit reményteljesebb. Foglalkoztatni mindenkit mindig foglalkoztat valami, mindig keresi az utat, keresi a szebbet, a jobbat. A képeken lehet látni, tehát így, ahogy említettem is, nem tematikus a kiállítás, mindenki az egy év alatt összegyűjtött fotóiból válogatott és próbálta azokat a képeket elhozni, ami ő számára a legkedvesebb és talán számunkra is a legtöbbet mond az alkotóművésznek az életéről, a kis gondolatairól és az elképzeléseiről. Portrék, eseményfotók, tájak, mozzanatok. A fotók változatosak, de a figyelem örök. A most kiállított képek október végéig láthatóak a Klauzálház aulájában. A fényképezés iránti tisztelet és szeretet az, ami összeköti a klubtagságot, hiszen mindenki végül is a saját látásmódja szerint készíti el a képeit, de valahol tiszteljük a másikat, a másságot is, és azt, hogy ki, hogy, mit, merre irányul, ez mindig tiszteletre méltó. Van, aki a természetet fotózza, van, aki szeret portrét fotózni, van, aki sporteseményeket fotóz, szóval legváltozatosabb, de egy biztos, mindegyik fénykép, és mindegyiknek van készítője.